Panka mesés sétája. Második állomás. Margit sziget, víztorony. Már messziről meglátod. Magasan kiemelkedik az öreg fák közül, így az egész sziget meghatározó jelképévé vált. Ez az ország legöregebb és legnagyobb víztornya. 1911-ben készült Zielinski Szilárd és ifjabb Raj Rezső tervei alapján. Kettős funkciót látott el, víztoronyként és kilátótoronyként is működött. A nyolcszögletű, szimmetrikus alaprajzú tornyot azért építették, hogy a szigeten lévő vendéglátóegységeknek a vízellátását biztosítsák, és a hatalmas parkot öntözni tudják. 600 köbméter vizet tudott tárolni, ez annyi víz, ami nagyjából egy uszodai medence vízmennyiségének felel meg. Amikor a sziget vízellátó rendszerét a fővárosi vízhálózatra kapcsolták, eredeti szerepének ellátására már nem volt szükség. 1977-ben városképi jelentőségű műemlékké nyilvánították. És most következik a kérdésünk, amely ehhez az állomáshoz kapcsolódik. Ha jól figyeltetek, akkor a szövegben is hallhattátok, hogy hány szögletű a víztorony. Ha már nem emlékeztek rá, akkor számoljátok meg. Jegyezzétek fel, és haladjatok tovább a harmadik állomásra. Az ismertetőnk forrásának megjelölését a weboldalon találjátok.